pásztek csomót fogunk kötni, helyezzük a kötelet magunk elé fordított U alakban az asztalra. A jobb oldali szárat hagyjuk rövidebbre, a bal legyen a hosszabb. Ezt fordítsuk saját maga alá, és hozzunk létre egy kis húrkot. A rövidebbik szárat az asztallap felől bújtassuk át a húrkon, majd kerüljük meg vele alulról a hosszabbik szárat. Utána az így kapott hurokba fűzzük be a rövidebbik szárat, majd fogjuk össze a három szárat, és húzzuk szorosra. És készen van a pásztek csomónk. Kötélvégi 8-as húrkot fogunk kötni, helyezzük a kötelet magunk elé duplán, majd a végét fordítsuk maga alá, az így keletkezett hurokba az asztallap felől fűzzük be, majd húzzuk szorosra, és készen van a kötélvégi 8-as húrkunk.